lépés. Ha ekkor jött el az ideje, hogy ezt meghozza a Magyar Országgyűlés, ezt a döntést, akkor ekkor hozza meg. A plafonokon lehet vitázni, lesz módosító indítványunk. Nem arról szól a módosító indítványunk egyébként, hogy a 100, mint a sportók tekintetében, és az 50 millió, mint a edzők tekintetében, ez 50 és 25-re változzon. Talán nem annyira irritáló ez a plafon. Megjegyezném itt, hogy 25 az általános szabály, és én ezt jól tudom. Én azt hiszem, hogy ez is egy méltányolható módosító. Ilyen irányú módosítást egyébként javasoltunk már tavaly júniusban is. Sok technikai momentum támogatható ebben a tekintetben, de hát alapvetően mégiscsak három aspektusa van a társasági adókedvezmény részének. Van, ami, mint ahogy előbb elmondtam, nem működik, tehát már kiderült, hogy nem fog működni, hittünk benne, hogy működni fog, és igazán nem akarok politizálni, de akkor most kiderült számomra, hogy az önkormányzati választások után indult meg az egyeztetési folyamat. Tehát ugye ebbe a hurrá hangulatba szaladtunk bele sok helyen ebben az időszakban, szerintem tisztább lett volna előbb elkezdeni. Különösen azért, mert én mondjuk aggódtam, hogy miért nem egyeztettünk előre a bizottsággal, de utólag egymás között őszinték lehetünk egy ilyen szituációban. Nyilvánvaló volt, hogy nem fogják elfogadni. Tehát ez olyan típusú verseny előny lehet egy profi klubnak, ami mondjuk tőlünk néhány száz kilométerre nincs meg. Tehát ez pedig az EU jogszabályai nyilvánvalóan nem teszik lehetővé. Tehát ez az aspektus a hivatásos sportolóknak a bérezése, edzőkbére, működése, fordítható kiadások, ez nem teljesült. Vannak elemek, amik életbe léptethetőek. Ennek egyébként a zömének abszolút örülünk. Tehát itt az utánpótlás nevelés támogatása, szövetségek, hivatásos és amatőr klubok, valamint utánpótlás neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok, akadémiák, adott esetben utánpótlás akadémiák esetében. Nyilvánvalóan itt tárgyi eszköz, beruházás, felújítás is működhet. És hát működik ugye a személyi jellegű kiadások támogatása, adott esetben itt hozta is államtitkáról a MOB részére, szövetségek, amatőrklubok, utánpótlás nevezéssel foglalkozó közhasznú alapítványok esetében is. Én a bajt még a másik csoporttal látom, hogy még mindig bizonytalan egy elem. Tehát tényleg eltelt egy év, én azt hiszem, hogy tényleg nem kekeckedésnek szánom, de én értem, hogy önök azt gondolják, és a bizottság ülésen ez elhangzott, hogy majd, ha mégse jön össze a bizottság támogatása a hivatásos sportegyesületek infrastruktúrális fejlesztésére, akkor próbáljanak a vidéki önkormányzatok adott esetben leleményesek lenni. De hát ez nonsens, szóval ez nem működhet. Én azt hiszem, hogy jó lenne erre a részére is minél előbb pontot tenni, mert azt látom, ha nem teszünk, akkor gyakorlatilag infrastruktúra fejlesztés címén nagyjából le lehet festeni sárgára a lépcsőt, mert az biztonságtechnikai követelmény, mert meg lehet csinálni egy beléptető rendszert. Én így értelmezem az itt leírtakat. Önök szerint akkor ezek szerint rosszul, csak akkor cáfoljanak meg ebben a tekintetben. A bizottság jóváhagyásától függ az, hogy hivatásos sportegyesületek infrastruktúrális fejlesztéseit, magyarán, hogy építek egy új csarnokot, felújítom a csarnokot, felújítom a stadiont, építek egy új stadiont, hogy az ilyen típusú dolgokat támogatja-e, támogathatja-e majd a magyar adórendszer. Nekem ezzel az a bajom, és ezt értsék meg, elmondtam többször, én is vidéki közéletben is tevékenykedek, elfogult vagyok nyilván, de egy ilyen helyzetben nem lehet egyetlen kiemelt klubérdeket támogatni soron hozott összegekkel, vagyis szerintem akkor mondjuk úgy, hogy lehet, csak méltánytalan szerintem, hogy ezt a debreceni sportcélú beruházást már egy éve eldöntötték, még az áfát is módosítóval bekérik hozzá költségvetésből, még a leendő létesítmény környezete is megújul, még arról hallani, hogy majd a projektcég üzemelteti tovább ezt a debreceni sportlétesítményt, és majd egyébként az üzemeltetése is állami forrásokat fog igénybe venni. A közben vidéken, kisebb-nagyobb fővárosi klubokban pedig még mindig bizonytalanok abban a tekintetben, hogy elkezdhetnek-e vadászni idézőjelbe ezeknél a cégeknél igénybe vehető társasági adó kedvezményre, mert hogy én nem látom azt, hogy a Puskás, tehát a nemzeti stadionunk megújításán vagy új építésén túl, nem látom még ezt, hogy pontosan ebből is melyik valósul meg, illetve a debreceni létesítményen túl ilyen nagyságrendű felújítások történhetnének. Tehát én összesen, és hogy most teljesen világos legyen, az a problémám ezzel a helyzettel,
hogy az infrastruktúra fejlesztést igazságosabban kéne, vagy szolidárisabban kéne szétteríteni egy picit az országban. Igen, azt gondolom Miskolcra is kéne jutnia ebből, igen, azt gondolom a Diósgyőri stadionra is, de azt gondolom, hogy nagyon sokan dolgozunk, éljük az életünket vidéken, tudjuk, hogy miről beszélek. Szerintem néhány százmillió forint óriási segítséget jelenthet egy-egy ilyen klubnak. Mert egyéb iránt meg azt mondanám, hogy az egy évvel ezelőtt, ha visszanézik, hogy miket mondtam ezekben a vitákban, mondhatnám azt is, hogy Bóka képviselőtársam teljesen egyetértek. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen, az állam alapvető feladata persze az utánpótlás, meg egyébként a tömegsport, szabadidősport támogatása kellene, hogy legyen. Tehát önök tették az asztalra ezt a kérdést olyan formában akkor, tavaly nyáron, döntöttek egyéb tekintetben bizonyos sportkérdésekről, infrastruktúra felújításokról, és annak fényében volt egyfajta sportbéke, nem kritizálta olyan méretekig a sporttal foglalkozó szakpolitikusok egy része ebben a házban az önök javaslatait, hogy majd a társasági adókedvezmény megoldja ezeket az ügyeket. És most azt látom, hogy egy részt nem old meg, egy másik részt, és egy olyan részt nem old meg működési támogatás tekintetében, és ne legyen illúziónk, amit majd persze irányítottan egyes klubok tekintetében 100%-os állami tulajdonban lévő állami vállalatok, cégek meg fognak oldani. Majd ahova oda irányítja a politika, meg az érdek az összegeket, ott ez meg fogja oldani. De nem a társasági adókedvezmény, hogy a kép az lett volna a lényege, hogy tulajdonképpen egyfajta társadalmi támogatottságot is lemér az adott egyesület tekintetében. A másik tekintetben, az infrastruktúrában előbb végigmondtam az aggályomat, és azt tudom mondani, hogy persze az önmagában örvendetes, hogy az utánpótlás nevelése, még ha más intenzitással is, de források vannak, megjegyzem egyébként más tekintetben is csökkentek intenzitások, de az a felkorbácsolt várakozás, és az a várakozás, amit infrastruktúra és sportklubok működése tekintetében vidéken, fővárosban, sok helyen éreztek az emberek, az azt látom, hogy ebből nem fog teljesülni. Nyilván túl vagyunk ennek a jelentős részén, önök letárgyalták, amit letárgyaltak, de azt kérem, hogy a elfogadható verziója a jogszabálynak az annak a fényében kerüljön összeegyeztetésre a későbbi sportinfrastruktúra fejlesztése kiadott összegeikkel, illetve költségvetésben szereplő összegekkel, hogy ez igazságosabb elosztást jelentsen. Magyarán gondolják újra a sportcélú infrastruktúra támogatásaikat. Merül fel még kérdés persze, ez pedig mindenképpen az, hogyha ilyen a kör, ilyen szűkebb a kör, akkor mennyibe is kerül ez? Az előző etapban egy éve is kérdeztük, hogy milyen hatástanulmányok alapján mondják a 20 milliárdot, lehet, hogy annyi, nem tudom megítélni. Akkor se láttunk hatástanulmányokat, most se valami olyasmi hangzott el, hogy hát nem is lehet tudni pontosan, hogy egyébként mekkora érdeklődés lesz ebben a tekintetben. Egyébként lehet, hogy ez is igaz, de az is biztos, hogy úgy van, hogy ha akkor 20 milliárdot mondtak, akkor most én szerintem közel nem lehet ez az összeg igaz ebben az esetben. Nyilván a profi klubok működési támogatásai azok szerintem lényegesen nagyobb összegeket vittek volna el. Mivel most sincs hatástanulmány, én megint csak a megérzéseimre tudok hivatkozni. Ha ez meg kevesebb ez az összeg, amit várhatóan ilyen módon adókedvezményben érvényesítenek, akkor egy másik módosító indítványunkkal kinyitnánk még egy kaput. Erre tettünk javaslatot tavaly is, ez az olimpiai sportágak támogatásának a lehetősége. Nem hiszem, hogy az agyaggalamb lövészet lesz az, aminek az utánpótlása volumenjében a óriási összegeket fogja elvinni, de mondhatnék más sportágokat is, amikben egyébként voltak is olimpiai teljesítményeink. Kajakkenút sorolhatnám, de egyébként, hogy még egy labdás sportágat mondjak, mondjuk adott esetben a röplabda, meg kimaradt az öt látványcsapat sportágból. Nyilván nem érhető mondjuk a világon a népszerűsége a labdarúgáshoz, de azért mégiscsak egy nagy múltú szakszövetség ez is. Tehát, ha kinyitnánk legalább az olimpiai sportágok részére ezt a spektrumot, akkor szerintem nem nőne annyival arányaiban a lehetséges, lehívható kör, hogy ez elérhesse a 20 milliárdot én szerintem. Ebben a tekintetben kíváncsi lennék a Költségvetési Bizottság tagjainak a véleményére is, hogy ez mekkora nagyságrend lehet, mert akkor
dugjuk össze ebbe a fejünket, hogyha lehet ilyet mondani. Én szerintem érdemes lenne ezt a kaput kinyitni. Nyilvánvalóan az egyes kérdésekben meg fogunk még két percezni. Én mondom még egyszer, arra szerettem volna leszűkíteni a mondandómat, de hát így is elég hosszúra sikeredett, amik a tavaly nyári állapothoz képest változtak, az adott helyzetben ígéretként, vagy legalábbis erős biztatásként elhangzottak a magyar sporttársadalom felé, és sajnos nem teljesültek. Nyilvánvalóan ezt el lehetett volna kerülni, ezt a helyzetet, hogyha várunk egy picit, és előzetesen egyeztetünk a bizottsággal, és hamarabb kiderülnek ezek a kifogásai bizottságnak. Szerintem jobb lett volna úgy, de hát sose késő, kérem támogassák majd a módosító indítványainkat, és fontolják meg. Köszönöm szépen. Következik Törő Gábor képviselő úr, Fidesz. Köszönöm, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház. Valóban úgy van, hogy Csizi Péter egy átfogó sportról szőlő expozét adott elő az elején, és az inkább a sporttörvényhez igazodott, de ez a saláta törvény is, valljuk be, azt szolgálja, hogy egy nagyon jó sporttörvény jöjjön létre az ősszel, és én is inkább erre helyezném a hangsúlyt. Nyilvánvaló, hogy tolni kell magunk előtt egy olyan törvényjavaslatot, amely előkészíti az őszi sporttörvény elfogadását. És azt gondolom, a jelenlegi kormányzat a korábbiakhoz képest sokkal több figyelmet szentel a sportnak, valamint előtérbe helyezi az egyesületek és a klubok érdekeit, kéréseit. Ezt egyértelműen bizonyítja az a tény, hogy 2011 évben a kormány több mint 20 milliárd forintra növelte az egyes sportágak támogatását. Az új módosított sporttörvény pedig segíteni kívánja azokat az önkormányzatokat és szervezeteket, amelyek szívügyüknek tekintik a sportolók sorsát. A szervezeti felépítés vonatkozásában alapvető követelmény, hogy egyszerűbb, átláthatóbb és eredményesebb sportirányítás jöjjön létre Magyarországon. Véget kell vetni annak, hogy a klubok máról hónapra éljenek, amely kiszolgáltatottá teszi őket az állandóan változó hétköznapokra. Ennek érdekében időszerűnek mondható az egycsatornás finanszírozás bevezetése, mert eddig az intézményrendszer túlméretezett volt, és a párhuzamosan ellátott feladatok a költségeket is növelték. Kisvárosi települési képviselőként nap mint nap szembesülök azzal, hogy a kisebb sportszervezetek emberfeletti küzdelmet folytatnak a fennmaradásért, és azért, hogy tevékenységüket tisztességesen végezhessék. Meggyőződésem, hogy a sportszervezetek vezetőinek és a sportolóknak az általuk nyújtott teljesítmény fokozásával, egészségük megőrzésével és mindezek pozitív hozadékával kell elsősorban foglalkozni, nem pedig azzal, hogy mindennapos küzdelmet folytassanak azokért a forintokért, amelyek működésüket biztosítják. Természetesen joggal elvárható az, hogy az egyes klubok a mennyiség helyett a minőségre helyezzék a hangsúlyt, és üdvözlendő, hogy a kiemelt sportágak is csak akkor kapnak támogatást, ha be tudnak nyújtani egy olyan tervet, amely követhető és ellenőrizhető. Meg kell teremteni egy szigorú sportfinanszírozási rendszert, melynek az irányítását egyetlen szervezetre kell bízni, amelynek nem csak javaslattételi, hanem döntési joga is lesz. Köztudomású, hogy az előző kormány felelőtlen gazdaságpolitikája következtében a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzete elszomorító. Mindez tovább nehezíti a klubok helyzetét, akik a bizonytalan finanszírozási környezetben önhibájukon kívül nem képesek hosszú távra előre tervezni, amely méltatlan a komoly hagyományokkal rendelkező magyar sportélethez. Meg kell említenem azt is, hogy a sportszervezetek helyzetét tovább árnyékolja a lerobbant létesítmények állapota, hiszen fejlesztésre és felújításra a működési, üzemeltetési nehézségek mellett szinte egyáltalán is lehetőség. Elszomorító azon reprezentatív kutatás eredménye, mely értelmében hazánk népességének 77%-a mozgásszegény életmóddal jellemezhető, vagyis fizikailag inaktív. Napjainkra már számos kutatás számolt be arról, hogy a szabadidejükben rendszeresen sportolók körében kisebb valószínűséggel alakulnak ki bizonyos betegségek, mint az inaktív népességnél.
A fizikai aktivitás, a mindennapos sporttevékenység, valamint a rekreáció preventív hatásait számos hazai és nemzetközi kutatás is alátámasztja. Azokban az országokban, ahol a lakosság jobb életminőségnek örvend, gyorsabb gazdasági növekedés is, vagyis az életminőség fejlesztése önmagában is csökkenti a szegénységet, a nemzetgazdasági teljesítmény növekedésén keresztül. Az életminőség egyik kulcs tényezője pedig az a népesség egészségügyi állapota. Elnök úr, tisztelt ház! Az általam imént kifejtett tényekből egyértelműen következik, hogy az egészségfejlesztésbe való investálás, gazdasági növekedés és a fenntarthatóság előmozdítása nem tűr késedelmet. Ennek érdekében az állampolgárok felé komoly feladatunk van. Felvilágosítást kell adni a sport egészségmegőrző szerepéről. A lakosság manapság aktívan sportoló 13%-os arányát néhány éven belül 20-23%-ra kell emelni. A ház előtt levő törvényjavaslat alapján támogatásban részesülhetnek a sportági szakszövetségek, az amatőr sportegyesületek és sportiskolák, valamint az utánpótlás növelést végző közhasznú alapítványok. A támogatást az állam nem közvetlenül, hanem nyereséges vállalatok útján közvetíti, cserébe utóbbiak társasági adókedvezményt vehetnek igénybe. A társasági adókedvezmény két részből fog állni. Egyrészt maga a támogató a támogatás összegét elszámolhatja költségként, valamint a támogatás összegét a fizetendő társasági adóval szemben is el lehet számolni. Az új javaslat a személyjellegű ráfordítások, beruházások, felújítások, illetve az utánpótlás nevelés költségein túl a képzési költségeket és versenyeztetési feladatokat is támogathatóvá teszi. Jelentős erőrelépés, hogy a támogatási lehetőség kiterjesztésére kerül minden, a sporttörvény által definiált és annak megfelelő az érintett sporták hivatalos bajnoki rendszerének valamelyikében induló sportszervezetre. Ez a metódus megoldást kíván azon problémák orvoslására, melyeket felszólalásom bevezetőjében érintettem. A törvényjavaslat megalapozott előkészítését bizonyítja, hogy a brüsszeli egyeztetések eredményeként a magyar és a brüsszeli hatóságok megállapították, hogy melyek az intézkedéscsomag állami támogatást nem tartalmazó részei, melyek a bizottsági eljárástól független hatályba léptethetők, és melyek a bizottsági jóváhagyáshoz kötöttek. Az elhangzottak értelmében kérem képviselőtársaimat, hogy szavazataikkal támogassák a tárgyi törvényjavaslatot. Köszönöm figyelmüket. Szilágyi György képviselő úr következik. Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, hát akkor még egyszer az elején le szeretném szögezni, hogy mindahogy az előző törvénymódosítást is, amit benyújtottak nyáron lassan egy éve, támogattuk. Ezt a törvénymódosítást is támogatni fogjuk, és nem azért fogjuk támogatni ezt a törvénymódosítást, mert minden egyes elemével egyetértünk, mert ezt nagyon jónak találjuk, hanem azért, mert a jelenlegi állapotokhoz képest valóban egy pozitív elmozdulás, amit támogatni kell. De attól függetlenül, hogyha megvizsgáljuk ezt a törvénymódosításnak ugye az előéletét is, az nagyon sokat vitatkoztunk itt a házban róla, és én még mindig úgy értelmezem, és még mindig azt mondom, hogy valóban az utánpótlás nevelés egy kiemelt szempont volt, de az egyik legfőbb célja ennek az volt, hogy megoldódjon Magyarországon az élsportnak, és az élsporthoz kapcsolódó sportlétesítményeknek az infrastruktúrális fejlesztése, hiszen ezek nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, és nagyon-nagyon elmaradottak vagyunk, akár az Európai Unióhoz mérten is. Ugye ez a cél, ez nem valósult meg, hiszen az EU ebben nem egyezett bele, és az EU nem adta erre áldását. Ezeket nagyon jól példázza és nagyon jól modellezi az elmúlt időszakot is, mióta mi azt lehet mondani, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, hiszen más területek és más ágazatok esetében is ez történt, ami most jelen pillanatban sporttal történik. Tehát van a magyar kormány ráadásul kétharmados többségben elhatározza, hogy segítő kezet nyújt a magyar sportnak. Benyújt egy koncepciót, a helyi sajátosságokat figyelembe véve, és ezt a koncepciót az Európai Unió ugye lesöpri az asztalról. Ugyanez volt több ágazatnál, például ugye annak idején
a cukorgyárak esetében is. Akkor is versenyegyenlőséget, kvótákat, meg egységes szabályzókat emlegettek, és nem vették figyelembe, hogy más adottságokkal rendelkezünk, mint az EU nagy része. Nem vették figyelembe, hogy nálunk milyen minőségben lehet cukorrépát termelni, nem vették figyelembe azt, hogy Magyarországon ez a mezőgazdaság egy húzóágazat, hanem ránk kényszerítették ugye azokat a szankciókat és azokat a szabályzókat, amit az Európai Unió akkor jónak gondolt. Mi ezt akkor ugye elfogadtuk, most meg az emberek nyögik a cukorárakat ennek hatására. Tehát a versenyegyenlőség, ugye a versenysemlegességre hivatkozik most is az Európai Unió, most is ez a legfőbb érv, de hát hogy beszélhetünk egyáltalán versenyegyenlőségről? Vegyük csak, össze tudunk hasonlítani ma egy labdarúgó csapatot egy spanyol vagy egy német labdarúgó csapattal? Nem lehet összehasonlítani. Hát össze lehet hasonlítani akár a Ferencvárost, akár a Barcelonát ma egy, a versenysemlegesség jegyében. Nem lehet összehasonlítani, azért nem lehet összehasonlítani, mert egy teljesen más gazdasági, teljesen más társadalmi viszonyokban működik a Barcelona, és teljesen más társadalmi viszonyok vannak ma Magyarországon. Pontosan, hogy versenyhátrányban vagyunk ezekkel az egyesületekkel szemben, pontosan, hogy teljes mértékben mi vagyunk elnyomva. Pedig ugye ezeknek a törekvéseknek és mondjuk ennek a törvénynek a hatására is évek, azt mondom, hogy szisztematikus építkezése során esetleg közelíthettünk volna ezekhez a csapatokhoz, mert az utánpótlás nevelés nagyon fontos dolog, de higgyék el nekem, hogy mondjuk a Barcelonánál vagy a Real Madridnál jobb utánpótlás nevelő egyesületekkel nem nagyon lehet találkozni, mégis ezek a nagyon jó utánpótlás nevelő egyesületek alkalmaznak olyan külföldi játékosokat, akiket meg tudnak venni, hiszen az ő gazdaságukban vannak olyan tőkeerős tulajdonosok, akik erre képesek és hajlandóak. Magyarországon sajnos jelen pillanatban nincsenek ilyenek. Tehát a törvénymódosítás céljával ugye egyetértünk, mint mondtam, ezt mutatta az is, hogy megszavaztuk az eredeti módosítást is, támogattuk, sőt a sürgősséget is támogattuk akkor. Azt is tudjuk, hogy sok változtatási lehetőség ugye most sincs előttünk, az előttünk fekvő törvénymódosításhoz képest, mert lehet azt mondani, hogy egyeztettünk az Unióval és ebben tudtunk megállapodni, de a valóság az, hogy kaptunk egy direktívát, ezt csinálhatjátok és kész. Ezt vagy elfogadjuk, vagy nem csinálunk semmit. A fő cél, ugye, amit mondtam, az élsport átütő támogatása és a létesítmények fejlesztése nem valósulhat meg. Ezért is nem nyújtottunk be sok módosítót, mert ha önök akarnák, tehát azt mondanák, hogy igen, valóban ezek nagyon jó módosító javaslatok, akkor sem tudnák elfogadni, mert az EU a kormány fejére koppintana. Ez az igazság. Tehát a sporthoz kapcsolódó törvények módosításánál jól láthatjuk, hogy valójában mit is jelent Magyarország számára az EU-tagságunk, és sajnos ez a jelenlegi helyzet. Én azt mondom, hogy ez ellen lehetne küzdeni, és ez ellen lehet, hogy sokkal erőteljesebben lehetne harcolni. Önök azt mondják, hogy ennyit tudtak elérni, el kell fogadnunk nekünk is ezt a helyzetet jelen pillanatban, és mivel ez a sportnak egy fejlődést ad, akkor éppen ezért támogatni fogjuk. És nézzük az előttünk fekvő módosító javaslat néhány lényeges elemét. Tehát ugye a tárgyi eszköz beruházás felújítása hivatásos sportszervezet esetében nem lehet, legalábbis ugye, hogyha az Unió elfogadja esetleg, akkor majd lehetséges, de addig nem lehet, viszont a biztonsági infrastruktúra fejlesztés az lehet. Tehát önök most vagy elhallgatják, hogy a módosító javaslatuk 13. paragrafusát soha nem fogja jóváhagyni az Unió, és ezt önök jelen pillanatban már jól tudják, vagy a javaslatuk ezen részét én szerintem egy elég jó adag szakmaiatlanság jellemzi. Mert mit is jelent ez a tény? Azt, hogy a jelenlegi rossz minőségű sportlétesítményekben felépítenek és beüzemelnek különböző biztonsági rendszereket, és az eddig kiszivárgott információk szerint, ugye mert ezt még nem láthattuk, az átfogó sporthoz kapcsolódó törvénymódosításuk ezeket a rendszereket például az első osztályú labdarúgó klubok esetében kötelezővé is tennék, tehát biztonsági infrastruktúra fejlesztést hajtanak végre, majd utána ezeket a rendszereket lebontjuk, hogyha a stadionfejlesztéseket is csinálhatunk esetleg az Unió engedélyével. És a stadionfejlesztés után pedig újra felépítjük majd ezeket a biztonsági rendszereket. Tehát akkor addig ezeket valószínűleg nem kellene felépíteni. Ugye nyújtottunk be törvénymódosító javaslatot, mint mondtam, nem annyit, amennyit be lehetett volna nyújtani ez a törvénymódosító javaslathoz. Tehát az egyik
módosító javaslatunk a harmadik paragrafusban foglalt a társasági adóhoz a 22 per C paragrafus harmadik bekezdése szerint véleményünk szerint átláthatatlan és értelmezhetetlen. A benyújtott módosítónk ezt próbálja orvosolni, és a módosítás a támogatási igazolás, mint adókedvezmény igénybevételének tárgyi feltételek kibocsátásának részletes szabályait módosítja. Egyrészt áttekinthetőség kedvéért a támogató szervezetre az adókedvezmény összegére vonatkozóan pontokba szedi a támogatási igazolás tartalmi elemeit, másrészt rögzíti, hogy az adókedvezmény csak a ténylegesen pénzügyileg is rendezett támogatás után vehető igénybe. Ahhoz, hogy a kedvezményt az adózó május 31-ig elkészítendő társasági adó bevallása elkészítése során figyelembe vehesse, ajánlott, hogy a sportigazgatási szerv a támogatási igazolást legkésőbb a tárgyévet követő év elején a támogató rendelkezésére bocsássa. A másik, amit nem értünk, ugye az előzetes hírek arról szóltak, hogy a támogatás igénybevételére csak a látvány csapat sportága sportszövetségei által kiírt versenyrendszer felnőtt első és másodosztályában szereplő vagy indulási jogot szerző egyesületek jogosultak. Ezzel szemben a mostani javaslat kibővítette a támogatandók körét, amit még akár helyeselni is tudunk. Ezt a törvényjavaslat a sportszervezetek esetében úgy írja le, hogy megkülönböztet amatőr és hivatásos sportszervezetet. Ugye a TAO 4-es paragrafus 42-es pontjában meghatározza, hogy mely sportszervezetek minősülnek amatőr sportszervezetnek. Ez szerint ugye a látványcsapatsportban működő amatőr sportszervezet minden olyan a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a 43. pontban meghatározott hivatásos szervezetnek, és ugye a 43. pontban pedig azt mondják, hogy a látványcsapatsportban működő hivatásos sportszervezet a látványcsapatsportágok országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer A legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában résztvevő indulási jogot elnyert sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy B alsóbb osztályában résztvevő indulási jogot elnyert sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót is alkalmaz. Tehát az A-pont szerint az előzetes várakozásoknak és várakozásoknak ellentmondva csak a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő egyesületekre érvényesek a hivatásos sportszervezetek támogatásának felhasználásának szabályai és feltételei. A B-pont ezt kiegészíti azzal, hogy a látvány csapatsportágok szakszövetségei által kiírt versenyrendszer bármely bajnokságában szereplő egyesület ebbe a kategóriába sorolandó a hivatásos sportolót is alkalmaz. Tehát ezzel az a problémám, hogy felmerül a kérdés, hogy ma Magyarországon kiminősült hivatásos sportolónak. Röviden az a személy, aki valamely sportszervezettel, vagy az azt működtető gazdasági társasággal kötött, határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezik, és a munkaköre a FEAOR 3716-os hivatásos sportoló sportmunkatárs. Ezen kívül rendelkeznie kell a sportszövetség által kiállított hivatásos versenyengedéllyel. Ezt a sportszövetségek ma Magyarországon bárkinek kiállítják, aki felmutatja a fent említett szerződés fénymásolatát. A bajnoki osztály besorolására nézve semmilyen módon nem korlátozzák a kiadását. Eszerint bármelyik megyei első osztályban szereplő kézilabdás, vagy megyei harmadosztályban szereplő labdarúgó hivatásos sportolónak minősíthető, csak egy munkaszerződést kell hozzá bemutatnia. Ebből következik, hogy bármelyik megyei bajnokságban szereplő csapat, vagy a működtetésére létrehozott gazdasági társaság hivatalos sportszervezetek minősítheti magát, és így alanya lehet a társasági adótörvény 22 per C paragrafus 1-es bekezdése által a C pontban meghatározott támogatási formáknak, így a CD pontnak is, amelyik így szól, a személyi jellegű ráfordításaira, azaz azzal, hogy ilyen jogcímen nyújtott támogatási szerződés 87-es és 88-as cikkenének a csekély összegű támogatásukra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerint csekély összegű de minimis támogatásként nyújtható. Mit jelent a de minimis meghatározás? Azt jelenti, hogy 3 évre lebontva 200 ezer eurót nem haladhatja meg, azaz nagyjából 50 millió forint, azaz évi 17 millió forintot jelenthet. Miért is lenne ez jó? Tehát miért jó az, hogy alacsonyabb osztályú egyesületek, akár megyei járási csapatok is tele lennének teljesen hivatalosan, úgymond profi labdarúgókkal, akik végül is közvetve közpénzből sportolhatnak.
Miért jó az, hogy amatőr sportolókat vagy fizetett profikká teszünk alacsony osztályokban? Miközben ugye az élcsapatoknál és az élsportolóknál nem támogathatjuk azokat a sportolókat, vagy az ő fizetésükre ezek nem fordíthatók.